Sziasztok! Ez itt a kockás füzet. Mai alkalommal a körző használatát fogom nektek bemutatni. Ez egy elég jó minőségű körző. Nem is biztos, hogy feltétlen ilyenre van szükségetek, de ha még most jártok a körzővásárlás előtt, akkor érdemes olyat keresni, aminek itt középen van görgője, és azzal lehet állítani a körző nyitását, mert ez stabilan így marad, hogyha itt középen van ez a tengely. Ez még annyiból is jó, hogy itt is lehet állítani a lábait, valamint arra kell odafigyelni, hogy a grafitos rész, meg a tűs rész, az nagyjából egyformán legyen kieresztve, mert akkor lehet vele szépen rajzolni. Először is megpróbálunk kört rajzolni a körzővel. Ez sem olyan egyszerű, mint elsőre tűnik. Le kell szúrni a hegyes végét, és egy kicsit így arra felé tartjuk a súlypontot, kicsit így megnyomjuk a körzőt, és elbillentjük. És ilyen nagyon lazán kell mozdítani. Először ne is egy teljes kört próbáljunk, hanem egy ív darabot. Egy picit el kell dűteni, de nem nagyon, az ideális esetben függőleges lenne, de úgy meg nagyon nehéz húzni. Ilyenkor sokszor elbillen, mondjuk én már elég sokat használtam, nekem most pont nem akar elbillenni, de meg kell szokni azt egy picit. Na, igen. Az szokott lenni a baj, hogy innen a hegyes részről átkerül valahogy a súlypont a grafitos részre, és akkor így kibillen. Ezért jó, hogyha egyszerre csak egy kisebb darabot. Próbálok ide rajzolni, hát ha az elején jobban látszik. Ugye a szerkesztő stílus ilyen vékony vonalakat próbálunk húzni, és ez valóban ezt is csinálta. Így. Hogyha távolságra kell beállítani a körzőt, akkor itt van a vonalzónk, mondjuk itt 5 centire akarjuk, 5 centi sugarú kört akarunk rajzolni, akkor ugye itt elrakjuk, itt van a 20-asnál, és akkor itt szépen fokozatosan tudunk nyitni, most megvan az 5 centis körzőnyílás. Leszúrjuk a hegyes végét, és akkor így szépen, lassan, türelmesen körzünk. Pontosabban ezt rosszul csináltam, mert utólag azért nehezebb megtalálni, hogy hol van a középpontja. Érdemes úgy csinálni, hogy először jelöljük az origót, ugye az O pontot, és akkor oda szúrjuk be a körző hegyes végét, azt meg úgy, hogy picit így döntve van, és utána állítjuk föl. Hát a legalapabb körszerkesztés, most csak olyan találomra nyitom ki, nem túl nagyra, itt alul mutatom, megrajzoljuk az origót, beleszúrjuk a körző hegyes végét, pont oda. Hát ez igazából mindenkinek a kedvence. Bárhol a köríven kijelölünk egy pontot, oda beleszúrjuk, és akkor megint csinálunk egy körívet. Most lesz ez a klasszikus virágrajzolás. Ha pontosan dolgoztunk, akkor ez itt mind a középponton megy át. Szépen haladunk. A kis virágunk. Azt ugye tudjuk, hogy egy kört 360 fokra osztottak be elődeink, akik kitalálták, hogy számoljunk. Tehát ez itt belül 360 fok. Most össze is kötöm ezt a két szélső pontot.
Ez a szög ugye így 180 fok, akkor a 360-nak a fele, és ezzel a szerkesztési móddal most be is húzogatom ide a sugarakat, amiket kiszerkesztettünk. Ezek itt, ezek a szögek 60 fokosak. Ez is 60, és ez is 60, ugye a 3x60 a 180. Nem meglepő, mert ez itt, ez a szakasz, ugye R, egy sugár, ez is egy sugár, és mivel ugyanazzal a körzőnyílással metszettünk itt, ez is sugár, szóval tulajdonképpen ide egyenlő oldalú háromszögeket szerkezgettünk, aminek ugye 3x60 fok a belső szögei egyesével. Így lehet 60 fokot szerkeszteni. Nem kell persze az egész kört megszerkeszteni hozzá, de most így megmutattuk, hogy ez ilyen szép. Hogyha csak simán akarunk 60 fokot, akkor van egy szögszárunk, innen indul mondjuk, és akkor ide itt elmetszük, itt is elmetszük, és akkor ez a szög, amit itt kaptunk, ez itt 60 fok. A következő alkalommal megtanuljuk a szögfelezést, megmutatom nektek a szögfelezést, és utána háromszögeket is fogunk szerkeszteni. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok föl, hogyha hasonló tartalmakat szeretnétek látni. Sziasztok!